Csontváz kisasszony, farkasember és Joker is megjelent a makói dr. Sánta Sándor közösségi ház halloweeni bulián. Simon Zsolt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökstábunknak arról számolt be, igen változatos programokat szerveznek a családok számára, igyekeznek mindig az adott ünnepköröket vagy szokásokat előtérbe helyezni, így október 31-én halottak napja kapcsán a túlvilági lények, illetve a fantázia szülte alakok bűrébe bújtak a gyerekek. Többször volt már itt a termekben Roma Folklub, a jövőben táncházat is szeretnénk, illetve több hangszeres foglalkozást. Természetesen történt már ilyen farsangi, fánksütés, palacsintasütés, legutóbb pizzavasárnap volt, úgyhogy azt mondom, hogy erre is próbálunk adni egy kicsit. Szerintem ez nagyon jó, hogy van egy tér, ahol egyáltalán összejöhetnek a gyerekek, felnőttek, a város többi részéből is sokszor járnak ide, illetve ez egy nagyon jó kis délutáni kikapcsolódás, amit látszik itt a háttérben is, csocsó, pingpong, illetve a rajz és a festés. Franek Dorina az intézmény motorja, ugyanis közösségi szervezőként azon dolgozik, hogy minél több élményt kapjon az, aki ellátogat hozzájuk. A fiatal munkatárs minden korosztálya megtalálja a közös hangot, ezért mind a gyerekek, mind a szüleik és nagyszüleik is nagyon szeretik. A ház nem csak a különféle programok megtartására alkalmas, de több ingyenes szolgáltatást is igénybe vehetnek a lakosok. Van lehetőség mosásra is, van mosógépünk és szárítógépünk is, tudnak jönni fürödni, meg ugyanúgy eljönnek ők is, és játszanak a gyerekekkel, pingpongoznak, nagyon szeretik a pingpongot, mind a nagyok, mind a kicsik. A foci labdát állandóan rúgják, a hinta állandóan előre-hátra, szóval a külsődést is teljesen kihasználják. A közösségi házban működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája is, ezért az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a roma hagyományok ápolására, legyenek azok kulturálisak, vagy kötődjenek a gasztronómiához, de a vallási események is szerepelnek a repertoárban.